Az idén második alkalommal megrendezett Bringamania nap fő célkitűzése a kerékpározás népszerűsítése minden korosztályban. A zuglói millenáris velodromban szervezett családi rendezvényen több tucat szórakoztató, illetve oktató sportprogram várta a látogatókat. Nagyon sok a családi gyerekes program, akár kicsinek, akár nagyobbnak. Szerintem nagyon-nagyon szuper. Viszont azt nagyon nem várom azt a párbajt, mert ott az a versenyszám, hogy ki lehet hívni engem. Múlt évben a Tillával mérkőztem meg, és azt gondoltam, hogy 500 métert bringázni az egy nagyon egyszerű dolog. Na, azon a két bringán nem. Látszik is mögöttem, szép számmal jöttek el, hál' Istennek a bringázó óvodások, iskolások, anyukák, szingli csajok és a pasik is. Megtudtam, hogy bringával lehet csajozni, akár két keréken, kerék nélkül, de még ha kiukad a gumi, az se baj. Bringarallit szeretem ott például, amikor a köröket kell futni, vagy a pingponglabdákat összeszedni, nekem ezek tetszettek a legjobban. Nagyon tetszik, nagyon élveztük most a bemutatót, amit az előbb láttunk. De nem mertünk oda feküdni a biciklik alá. Azt tetszik, hogy a gyereknek tetszik. Kerékpárverseny, arcfestés. Hallgatunk meg. Színeztünk. Se használjuk a hétköznapban is a bicikliket, és ugyanezekben a ruhákban is fölülünk rá. Tehát magas sarkú cipő, szoknya, nem akadály. Egy igazi szájkössik lánynak ez nem lehet akadály. A számtalan szórakoztató program mellett az amatőr, illetve élsportolók számára is volt csemege. A magyar kerékpársport bölcsőjében ugyanis mindjárt két rekorddöntésre is sor került. Fábián Márk a monociklivel történő magasugrás világcsúcsát 134 cm-re módosította, míg Szalontai Sándor a repülőrajtos egykörös pályarekordot döntötte meg a McDonald's Bringamania napon. Néztem a versenyt, a csúcskísérletet, megnéztem a standokat, úgyhogy ez egy jó kis rendezvény. Ajánlom mindenkinek.